A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, úgy vágyunk arra, hogy boldog hála ének zengjen mindannyiunk szívében. De te ismersz minket, és látod, hogy sokunk szívében inkább keserűség van, vagy panasz, vagy elégedetlenség, vagy olyan fáradtság és fásultság, hogy már mondani valónk sincs neked. Köszönjük, hogy mindnyájan úgy jöhetünk hozzád, amint vagyunk. Ilyen megterhelt szívvel, vagy üres szívvel, vagy hogyha zeng bennünk a boldog hála ének, akkor te azt is örömmel hallgatod. Magasztalunk azért, mert nem szabsz feltételeket annak, hogy közeledjünk hozzád. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy aki szomjúhozik, annak te adsz az életvizéből. És mindnyájan tudjuk, hogy olyan nagy szükségünk van rád. Ezért jöttünk ide most is, munka után, hőségben, fáradtan. Veled szeretnénk találkozni. Tőled szeretnénk valamit kapni. Kérünk, ajándékozz meg minket a te igaz igéddel. Hadd éljük át itt a te közeledben a te meg nem érdemelt szeretetedet. Kérünk, hogy oldozz fel minket megbánt bűneink alól. Segíts újat kezdeni, vagy újra kezdeni a te követésedet. Köszönjük, hogy te mindent tudsz rólunk, és nálad el van készítve mindannyiunk számára a ma esti ajándék is. Kérünk, hogy te magad beszélj velünk. Hadd értsük meg azt is, ami itt szavakkal nem is hangzik el. A te szent lelked tolmácsolja nekünk, és tegye meggyőzővé a te hozzánk szóló igédet. Köszönjük, hogy te ma is tudsz igével gyógyítani, bátorítani, vigasztalni, kemény szíveket összetörni, fáradtakat felüdíteni, cselekedni. Cselekedj így kegyelmesen most mindannyiunk életében. Amen. A Malakiás könyvét olvassuk most bibliaolvasó kalauzunk szerint. Legszívesebben az egészet felolvasnám, de az még ha csak három fejezet is hosszú lenne. A harmadik rész első 8 versét hallgassuk meg. Malakiás proféta könyve harmadik részének az első 8 versét. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyakoztok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már, mondja a seregek ura. De ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Ahogyan leül az ötvös és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az Úrnak. És olyan kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók ellen, a házasságtörők ellen, a hamisan esküvők ellen, azok ellen, akik kizsarolják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem. Ezt mondja a seregek ura. Én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltéltetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek. Ezt mondja az Úr. De ti ezt kérdezitek, miből térjünk meg? Ez a rövid könyvecske az Ószövetség utolsó könyve. És időben is későn történtek azok az események, amikről Malakiás beszámol.
Egymás után következik ez a három profétai írás, Haggeus, Zakariás és Malakiás. Haggeus és Zakariás közvetlenül a fogság után, a babiloni fogságból való részleges hazaköltözés után profétáltak, úgy Krisztus előtt 520 körül. Amikor ők munkálkodtak, Malakiás akkor még kisfiú lehetett Babilonban, vagy még meg sem született, mert ő úgy 450 körül mondta el ezeket a prédikációkat, amikor ő is hazament egy újabb csoporttal Babilonból Izraelbe. Ebben az időben már külsőleg konszolidálódtak a viszonyok. Állt a templom, beindult a kultusz, működött újra a papság, Nehémiás fölépítette Jeruzsálem kőfalát, egyre többen beköltöztek újra a Szentvárosba, amelyik lakatlan volt, a környező falvakból, megindult a gazdálkodás is, kezdtek anyagilag is egyenesbe jönni azok, akiknek volt bátorságuk hazajönni a babiloni fogságból a romok közé. Minél inkább rendeződtek azonban a külső körülmények, annál nagyobb lelki és erkölcsi lazaság uralkodott el a népen. És Isten Malakiást ezzel a hálátlan feladattal bízta meg, hogy a magát egyre jobban elbízó, elhagyó, lazító népnek hirdesse azt, hogy mindezekből a bűnökből meg lehet térnie, ha pedig nem, akkor jön az ítélet. Sose hálás feladat ez, de ez a tényállás maga arra figyelmeztet minket, hogy különös éberségre van szüksége Isten népének, amikor nincsenek különösen nagy bajok. Ritkán vannak ilyen korszakok az életünkben, de adódnak azért. Bennünk valahogy kialakult, hogy amikor csőstül jönnek a problémák, a nehézségek, a váratlan gondok, a megoldhatatlannak látszó feladatok, akkor sokszor mutatjuk egymásnak, hogy mi összetartozunk, és fogjuk nagyon Isten kezét és egymásét is. Számítanunk kell most egymásra. És ilyenkor az ember éberebb is lelkileg, amikor szorosabb a helyzet. Amikor meg nem olyan szoros a helyzet, és átmenetileg szélcsend van, akkor meg arra szoktuk magunkat emlékeztetni, hogy most a korábbinál még jobban kell Istenre figyelnünk. Meg ne lazuljon a vele való lelki kapcsolat. Nehogy azt gondoljuk, hogy megy ez most már ő nélküle is. El ne felejtsük Jézus mondatát, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. És egyébként is az ellenség nagyon ravasz, és bármelyik pillanatban a legváratlanabb csapdát állítja oda Isten gyermekei és Isten népe elé, és abban nem kötelező belegyalogolni. Aki éber, az észreveszi, hogy ez csapda helyzet, nem megyek bele. Nos, sajnos Isten népe ezekben az évtizedekben nem vette észre. Ahhoz, hogy megértsük Malakiás rendkívül éles és konkrét prédikációit, tudnunk kell azt, hogy az egész Ószövetség szemlélete szerint Izrael népe az Isten szövetséges népe. Tehát Isten szövetsége, mint egy védőfal, körülveszi a választott népet. Ennek a népnek ott belül biztonsága van, de feltételei vannak annak, hogy belül maradjon. Hűségesnek kell maradnia Istenéhez. Ha most nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, akkor ez lényegében azt jelentette, hogy halálosan komolyan kell venniük a 10 parancsolat minden betűjét. Tisztelni kell Istent és csak őt, nem szabad az ő nevét szentségtelenül az ajkukra venni, a nyugalomnapja arra való, hogy egészen az Úrnak szenteljék, a szüleinkhez való viszony, a házastárshoz való viszony, a másik javaihoz való viszony pontosan szabályozva van a 10 parancsolatban, tessék ezt komolyan venni. Aki ezt komolyan veszi, az ezzel kifejezi az Istenhez való hűségét. Belül marad a szövetség erős védőfalán, és ott védve van, akármilyen túlerővel szemben is. Amikor azonban valaki kezd hűtlenné válni Istenhez, akkor ez azt jelenti, hogy megbontja belülről ezt a védőfalat, és kiszökik
a védett válból a szabadba. És ott védtelenül áll. Nincs, aki vigyázzon rá. És ott nem kell túlerő ahhoz, hogy megverjék vagy elsöpörjék, ott nálánál kisebbek is sokszor győzelmet arattak rajta. Életkérdés tehát Isten népének az, hogy hűségesen ragaszkodjék Istenéhez. Belül maradjon a szövetségen. Ezekben az évtizedekben az történt, hogy Izrael népe megbontotta ezt a falat. Túltette magát, lazán, ahogy ma mondani szoktuk, könnyedén, Isten világos rendelkezésein, egyre jobban hasonlítani kezdett a gondolkozása és életgyakorlata azokéhoz, akik a falakon kívül éltek, a pogányokéhoz, a hitetlenekéhez, egyre jobban keveredett is velük, ténylegesen is, majd látni fogjuk Malakiás emiatti panaszát, és ez azt jelentette, hogy egyre kevésbé számíthatott Istenre. Egyre messzebb sodródtak Istentől, Isten közelben biztonságuk van, Istentől távol kiszolgáltatottak. Isten közelében világít nekik az ige, tudják, hogy mi a helyes, Isten közelében könnyebb annak engedelmeskedni is, Istentől távol, önállóskodni akarnak, elhagyják az Urat és az ő törvényét, és ebből mindig erkölcsi elmocsarasodás is következik. Ezt csak úgy megjegyzem, hogy senki ne akadjon fönn emiatt, hogy a Malakiás könyve eredetileg az ősi szövegben 3 fejezetre oszlik. A Károli Biblia 4 fejezetre osztotta, mert a 3. fejezetet ketté választották valami miatt még jó 1000 évvel ezelőtt. Az új fordítás most visszatért az eredeti felosztáshoz, és amit mi 4. fejezetnek szoktunk jelölni, az az új fordításnak a 9-től 15-ig terjedő versei a 3. fejezetben. Úgyhogy benne van az egész Malakiás könyve, csak nem 4. fejezet, hanem a 3. fejezethez csatolták. Ezt csak úgy megjegyeztem. Mit tesz szóvá Malakiás Isten szent lelkétől indítatva? Egészen konkrétan néven nevezi azokat a bűnöket, amelyekben úgy van benne Isten népe, hogy észre se veszi már, hogy nem tekinti bűnnek. Éppen ez a szomorúsága Istennek. Olvastuk itt, hogy azt mondja az Úr még ezek után is, hogy térjetek vissza hozzám, és minden rendbe jön. És erre kérdezi a nép, miből kell megtérnünk? Micsoda kérdés ez? Csak ugyan értetlenség és butaság van mögötte? Nem tudják, hogy miből? Vagy nem akarják látni? Ennyire elhomályosodott lelkileg Isten népe, hogy nem látja bűnnek a bűnt? Ennyire elfelejtették már a 10 parancsolatot, hogy nem tudják oda tenni amellé az életgyakorlatukat? És nem látják azt, hogy ezt se tartjuk be, ezt se, mindegyik ellen vétkezünk? Ennyire be lehet sötétedni lelkileg? Úgy látszik, hogy igen. És ezért nagy kegyelem a profétai szó. Amikor Isten küld ilyen helyzetekben, és mindig küldött profétákat, nem is egyet, egymás után, aztán mindig volt egy utolsó a sorban, és ha addig nem tértek meg, utána nem volt lehetőség megtérni. De az Isten végtelen kegyelmét mutatja, hogy ébreszti az ő népét, az ő igéjével világosságot gyújt, néven nevezi a bűnt, megtérésre hívja, kinyitja a kaput előtte, haza lehet menni, és ő maga tömi be azokat a romlásokat a falakon, amiket az ő népe bontott. Nos, mi mindent sorol itt föl Malakiás? Néhányat megemlítek. Az első bűne a népnek az, hogy Istent vádolják, és azt mondják, te nem szeretsz minket. Honnan veszik ezt? Mire alapozzák? Isten kérdezi is, ti azt mondjátok, hogy nem szeretsz minket. Miből látjátok, hogy nem szeretlek titeket? Azt mondják, abból, hogy különböző problémák is vannak az életünkben, hogy nehézségek is vannak. Ez mutatja, hogy te nem szeretsz minket. Hát hol ígérte meg Isten az ő népének, hogy soha semmi nehézség nem lesz az életében? Sőt, egyenesen egész borzalmakról is beszél néha Isten, hogy ha tűzben jársz, nem égsz meg. Ha folyókon kell átkelned, nem sodolnak el téged.
Át kell kelni néha nagy sodrású folyókon. Úgyhogy remeg a lábom az innenső parton, hogy hogy jutok oda túlra. De muszáj neki indulnom. És Isten átviszi, ha ő küldi arra. És tűzben jársz, jaj, dehogy is, kerülöm, mint a tüzet. De ebben most be kell menned. Hidd el, hogy nem égsz meg, mert az Úr erre küld téged. Szenvedések tüzébe. És átmegy rajta, és nem ég meg. Most a szó sokféle értelmében értsük ezt. Isten világosan beszél az ő népének, hogy lesznek próbák. De azokban a próbákban is ragaszkodj hozzám, és én ott dicsőítem meg magamat. Ott lehet eljutni igazi Isten ismeretre. Milyen hatalmas a mi Urunk, aki ebből is kiszabadított, ott is megtartott, attól is megőrzött, amabból is kimentett. Fel sem tudja sorolni az engedelmes hívő ember Isten szabadításait az életében. Itt azonban azt mondják, hogy azért vannak nehézségek, mert te nem szeretsz minket. Az, hogy beteg lettem, bizonyítja, hogy Isten nem szeret. Az, hogy ilyen szörnyű időjárás van, bizonyítja, hogy Isten nem szeret. Nem az bizonyítja. Mit mond Isten az ő igéjében, hogy számunkra, az új szövetség népe számára mi az egyetlen és legfőbb bizonyítéka annak, hogy ő szeret minket? Az 1 János 4.9-ben így olvassuk, azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete irántunk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világba, hogy éljünk általa. Az, hogy Isten minket minden nyomorúságunk ellenére szeret, azt a kereszt bizonyítja. Az a történelmi tény, hogy a Golgotán azon a kereszten az ember élet Isten fia Jézus Krisztus meghalt. Azt már a mi hitünkkel tudjuk komolyan venni, hogy helyettünk halt meg. És ezzel szerzett nekünk lehetőséget arra, hogy visszataláljunk Istenhez, hogy értelmesen töltsük el már ezt a néhány évtizedet, és vele tölthessük az örökké valóságot is. Ez az Isten szeretetének az egyetlen és legfőbb bizonyítéka az írás szerint. Az, hogy aztán Isten gyöngét szeretetét olyan sokféleképpen tapasztaljuk. Az, hogy egy-egy próbatétel közben vagy után hálát adunk Istennek, hogy az ő szeretetéből tisztított minket a próbával. Ez már egy másik fejezet. De ez ostoba vélekedés, hogy te nem szeretsz minket, mert bajok vannak az életünkben. Ez egyszerűen butaság. Nem ismeri az Istent, aki így beszél, nem látja önmagát világosan abban a lelki állapotban, amiben van, csak mond valamit és vádaskodik. Egyébként a Malakiás könyvére jellemző formailag, hogy Malakiás párbeszéd formában exponálja a kérdéseket mindig. Azt mondja a nép, hogy erre azt mondja az Úr, ezt mondja a nép, s így válaszol az Úr. És mindig Istentől kapnak világos magyarázatot. Nos, ez tehát az ő hitetlenségüknek az egyik megnyilatkozása, hogy vádolják Istent a bajok miatt. A másik megnyilatkozása az, hogy az élet egész területén kimondatlanul elterjedt az, hogy nem kell azt olyan komolyan venni. Nem tagadták ők meg Isten rendelkezéseit, nem mondták ők, hogy a 10 parancsolat nem érvényes, ők nem hiszik azt és annak a szükségességét, csak nem kell azt annyira komolyan venni. Ilyeneket olvasunk itt az első fejezetben. Ti ezt kérdezitek, mondja megint Isten, mivel vetettük meg a te nevedet? Azzal, hogy oltáromra tisztátalan kenyeret hoztok. És mivel tettük tisztátalanná, kérdezitek? Azzal, hogy az Úr asztalát lebecsülitek, mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát meg bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. Vinnél csak a helytartódnak ilyen ajándékot, vajon számíthatnál-e arra, hogy segíteni fog, és szívesen fogad téged? Vagyis, Isten már annyit sem számít a szemükben, mint egy világi tisztviselő. Akihez, ha elmegyek protekcióért, akkor viszek neki ajándékot. Vagy sokszor az ajándék megelőzi a kérést. De nem akármilyet,
Hát nem úgy, hogy ránézésre is hitvány, vagy tölt, vagy repet, vagy csömpe, vagy csúnya, hanem akkor már valami értékesebbet. És Isten? Ő neki mindegy, hogy miért. Aminek úgyse vennénk hasznát a nyájban, amelyik úgyis sánta, vak, béna, az is jó neki. Pedig az igében világosan benne van, hogy aki áldozatot mutat be, az egyesztendős bárányt, épet és hímet vigyen az Úrnak. Az a javából adjon. Az fejezze ki ezzel is, hogy tiszteli Istent, hogy Istenként tiszteli őt, hogy tudja, hogy kinek mutat be áldozatot. Hogy tudja azt, hogy ő áldozat nélkül is szeret, és számíthatok rá. De a hálámat szeretném kifejezni így is. Nem akármivel, hanem a legjobbal. És hol vannak ettől? A selejt mehet az Úrnak. És hányszor megkísért minket is ez? Én mindig csodálom azt, hogy vannak a gyülekezetben olyanok, akik rendszeresen az Isten tisztelet vége felé érkeznek meg. És nem azért, mert messze laknak, vagy nem lenne lehetőség idejében elindulni. Az Úrnak elég az. Voltam templomban. Igaz, hogy az utolsó 10 percet töltöttem ott, de kit érdekel az ő igéje, az ige magyarázata, a közös imádság, a gyülekezet együttes dicsőítése, nem érdekel. Vagy amikor kifelé menet kezd guberálni az ember, hogy az apró pénzeitől hogy váljon meg, és beteszi a perseibe. Olyan különösen szép az, amikor valaki már otthon elkészíti, és esetleg befelé jövet már beleteszi. Úgy, ahogy az korintusi első levél írja, hogy készítsétek el előre az Úrnak szánt adományt. És ez nem csak a pénzre vonatkozik, hanem különböző szolgálatainkra és egyebekre is, amit neki akarunk adni és felajánlani. Mennyire csak a maradénk időnkből vetünk oda valamit ő neki. Hol van az, hogy az egész napot neki szentelem? Vagy egy nagyon kemény munkanapból azt a rövid időt, amit ő neki akarok szentelni, azt igazán. Úgy, hogy ott van az eszem is, a szívem is. Addig, amíg az ő igéjét olvasom és imádkozom, és nem máshol jár már akkor is. Nem sorolom a példákat, de ez nagy kísértés minden hívő ember számára. És ki kell gyógyulnunk az ezzel kapcsolatos bűnökből, mert Isten ezt itt az ő népének szóvá tette. A következő, amit Fáraó Malakiáson keresztül Isten, hogy még a nép tanítói is ilyenek. Azt olvassuk itt a 2. fejezetben. A pap ajkai őrzik az Isten ismeretét, és tanítást válnak szájából, hiszen ő a seregek urának követe. De ti letéltetek erről az útról, és tanításatok miatt sokan elbuktatok, megalontottátok a lévi szövetségét, ezt mondja az Úr. Hát a pap nem beszélhet akármit. Ő nem a magáét mondhatja. Ő követ, azt olvastuk, a seregek urának a követe. Ő csak azt mondhatja, amit rábízott az Úr. Igen, ám csak az sokszor nem népszerű. Sokszor meg is verték az ige hirdetőket amiatt, hogy azt mondták, amit rájuk bízott az Úr. Hát ez vele jár, ahogy mondani szokták, ez benne van a csomagban. De akkor sem szabad mást mondani. Miért? Mert azt mondta az Úr, és mert csak az használ a hallgatóknak. És a pap meg a proféta, meg mi az egyetemes papságot valljuk az új szövetség alapján, minden újjászületett hívő ember követ. Ott, ahova Isten állította, akikhez küldi, Istent és az ő igéjét kell képviselnie. Ő nem mondhatja meg a magáét. Ezt szoktuk mondani, hogy jól megmondtam neki a magamét. Szó se lehet róla. Csak elkért igét mondhat. Az aztán aranyalma lesz ezüstányéon, az használni fog. Azon keresztül maga Isten fog gyógyítani, vagy összetörni, minden esetre beleszólni egy ember életébe, és meggazdagítani őt. Itt azonban ezzel is vétkeztek. Aztán különösen éles szavakkal teszi szóvá Isten, hogy a házasságokban milyen összevisszaság van. A 2. fejezet 14. versében ezt olvashatjuk. Ezt kérdezitek,
Miért nem fogadja kegyesen az Úr az áldozatot? Azért, mert az Úr a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ifjúkorodban elvett feleségedhez. Pedig ő társad, feleséged, akivel szövetség köt össze. Egy ember sem tesz ilyet, akiben maradt még lélek. De mire is törekszik az ember? Arra, hogy utódot kapjon Istentől. Vigyázzatok magatokra, és ne legyetek hűtlenek ifjúkorotokban elvett feleségetekhez. Gyűlölöm azt, aki elválik, ezt mondja az Úr. Mi volt a gyakorlat? Az, hogy Babilonban már összeházasodott valaki egy másikkal, hazaérkeztek, otthon nagyon sok félpogány ember élt még, és megtetszett az illető fiatalembernek valamelyik félpogány hölgy. És egyszerűen otthagyta a feleségét, és összeállt azzal. És erre mondja Isten, hogy gyűlölöm az ilyet. Hát hogy képzelitek? Hát a házasság, a szövetség, mégpedig az élő Istennek az ő népével kötött szövetségét képezi le itt a földön. Ennek a függőleges szövetségnek a viszintes vetülete. És ahogyan Isten szereti az ő népét, úgy lehet és kell a házastársaknak egymást szeretniük. És ahogyan Isten hűséges az ő népéhez, ha kell egyoldalúan is, úgy lehet és kell a házastársaknak egymáshoz ragaszkodniuk. Hát milyen gyakorlat ez, hogy csak úgy ejtem őt, lecserélem, és jöhet egy másik, aki megtetszett. Ezért nem kell az áldozat se. És itt mondja Isten azt is, hogy ha ezt folytatjátok, nyugodtan csukjátok be a templomajtót. Ezek után ne gyertek én hozzám, és nem utassatok be az áldozatot. Mert Isten a szívet nézi úgyis, és nem az, hogy ki mit mutat be, és mit nem. Nagyon kemény szavak ezek, érdemes elolvasnunk otthon, és elcsöndesedni fölötte. Azután azt olvassuk a továbbiakban, hogy eljövök majd, mondja az Úr, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók ellen, a házasságtörők ellen, a hamisan esküvők ellen, azok ellen, akik kizsarolják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem. Ezt mondja a seregek ura. A varázslók ellen, ami azt jelenti, hogy az első és második parancsolat a sárba taposva. Kit érdekel az, hogy Isten azt mondta, hogy ne legyenek idegen isteneid én mellettem. A varázslók az ördög erejét veszik igénybe, így ígérnek segítséget másoknak, abból húznak busás hasznot, és ezzel fertőzik meg Isten népét. Isten népe meg tódult hozzájuk. Úgyhogy már a Mózes könyveiben részletes előírásokat kellett adni, hogy mit ne csináljanak és miért ne csinálják. Csupa olyan dolog van ott felsorolva, amit ma is nagyon sokan csinálnak. Kártyavetés, a jövendőlés sokféle formája, a mágiának sokféle formája. A varázslók ellen jövök, azt mondja az Úr. Ez talán a legdrasztikusabb módja a szövetség fala lebontásának. Kibontunk egy széles szakaszt, és megyünk az ördöghöz. Hátunk mögött van a szövetség Istene, és nem benne bízunk, mástól várunk segítséget. A házasságtörőkkel folytatja, azokkal, akik hamisan esküznek, a hazugságnak sokféle formáját ítéli itt el Isten, akik nem adják meg a napszámot a napszámosnak, akik kevesebbet fizetnek, mint amennyiben megegyeztek, akik visszaélnek mások kiszolgáltatott helyzetével, az özvegyet és az árvát nyomolgatják, elnyomják a jövevényt, aki megint csak kiszolgáltatott és erőtlenebb, és mindezt azért, mert nem félnek engem. Vagyis Isten mindezeket az egymás ellen elkövetett bűneinket személyesen saját maga ellen elkövetett bűnként könyveli el. Mert ő ott van a kiszolgáltatott, a nyomorult, az esendő, a segítségre szoruló, a becsapott, a megcsalt mellett,
és ő mindig ezeknek fogta pártját. És aki miatt ilyenek vannak és lesznek a világon, azok számíthatnak az Isten igazságos ítéletére. Bizony, kemény szavak ezek. És itt van egy nagyon kemény megállapítás. A következő mondatban olvassuk ezt, én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. És a 9. versben mondja még azt, átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Úgy akarják becsapni, hogy az áldozatokat bemutatják, közben pedig ilyen bűnök vannak. És itt két nagyon kemény figyelmeztetés van. Az egyik az, hogy Jákob fiainak nevezi Isten az ő népét. Pedig hát ez már rég a múlté. Jákob azt jelenti, hogy csaló. És amikor Jákob új életet kapott, Isten azt mondta neki, hogy nem hívnak téged többé Jákobnak, hanem Izraelnek, Isten győztesének. És a népet is úgy hívták. Miért szólítja most Isten mégis a régi nevén? Mert visszacsúszott oda, ahol Isten nélkül volt. Ugyanazért szólítja itt Isten az ő népét Jákob fiainak, amiért Jézus Pétert nagypéntek után Simonnak szólította. Ő Péter volt, és Jézus változtatta meg a nevét, és azt mondta, hogy te nem Simon vagy, Péter vagy, kőszikla vagy, ezen a kőszikla hiten építem föl az én egyházamat. És amikor húsvét után találkoznak, hogy szólítja meg? Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Aztán másodszor is, meg harmadszor is. Mert visszacsúszott a tanítvány oda, ahonnan kihívta őt a mester. Az más kérdés, és ez a következő lesz, hogy újra Péterré válhatott. Újra kiemelte őt a hitetlenségből Jézus. De ehhez el kell hangoznia ennek a felszólításnak, hogy térjetek meg. Ez tehát az egyik figyelmeztetés, hogy Jákob fiainak nevezi, a másik pedig csak annak tűnik föl, aki netalán az Ószövetség eredeti szövegét is elolvassa, hogy amikor itt Isten azt mondja, hogy átok sújtja az egész népet, akkor az a szó szerepel, amivel az Ószövetség következetesen a pogányokat jelöli. Két szó van a népe az Ószövetségben, az egyiket csak a választott népe használja mindig, a másikat a pogány népekre, általában ott többes számban van, de egyes számban is használja. És itt Isten ezt a pogányokra használatos kifejezést mondja az ő népére. Mert ez a nép kicsődült a kőfalon, és elegyedik a pogányokkal. Ugyanúgy él, mint a hitetlen világ. Lassan már semmi különbséget nem lehet találni. És figyeljétek meg, hogy mennyire fenyegeti ez az egész egyházat is, hogy asszimilálódjék a hitetlen világhoz, vagy most ez divattá vált egyre inkább a pogány vallásokhoz, hogy letagadjuk, vagy elhallgassuk azt, amiben mi különbözünk, markánsan különbözünk, minden olyan vallástól, amit emberek találtak ki. Na de ez bántó lehet, ennek diszkriminatív éle van, e mögött gőg van, nem a misszió a cél, az újabb úgynevezett ökumenikus teológia szerint, hanem a dialógus. Diskuráljunk egymással, emberek. És nem kell annak elhangoznia, hogy én hiszek az Atya, Fiú, Szentlélek Istenben, hogy én hiszem, hogy Jézus helyettem halt meg, föltámadott, ma is él, nem kell ilyen bántó sértő megjegyzéseket mondani. Sose tudja meg a pogányvilág, hogy az Isten őket is szereti, hogy Jézus helyettük is meghalt, hogy őket is hívja megtérésre. Mert ha én megtérésre hívok, akkor nagyképű vagyok. Ez a mai ökumenikus szellemiség. Isten őrizzen meg minket attól, hogy belemenjünk ebbe a csapdába. A proféták nem engedtek ennek. De a nép belement akkor ebbe a csapdába. Nem különbözött a világtól. Ezért hát Isten ugyanúgy nevezi, ahogy az istentelen pogány népeket, az ő népét. De, és itt szólal meg a nagy evangélium, ezután elhangzik ez a kérlelő és komoly hívás, térjetek meg erről a ti útatokról.
és erre hangzik el ez a bántó, éltetlen kérdés, miből térjünk meg. Még azt is Istennek kell elmondania, de hát elmondta, hát azért jön Malakiás, csak nem veszik magukra. Vagy megsértődnek, kikérjük magunkat, hogy minket leparáznázzon, meg azt mondja, hogy harácsoló vagyok, meg mohó, meg nem tartom be a parancsolatot, én még áldozatot is mutatok be, igaz ugyan, hogy vakot meg sántát, de kit érdekel? Nos, éppen ez az, ami nem fáj, hogy kit érdekel. Istent érdekli. Egyelőre még érdekli. Még nem fogyott el a türelme. Még abba lehet hagyni mindent, amit ott a falon kívül csinál a nép. Még vissza lehet jönni. Olyan nagy kegyelme ez Istennek, hogy minden ítélet hirdetés előtt elhangzik a megtérésre hívás. De ha nem térnek meg, akkor menthetetlenül jön az ítélet. Kétféle ítéletről szól a Malakiás könyve. A megtisztító ítéletről és a végső nagy ítéletről. A megtisztító ítéletről használja ezeket a képeket, hogy Isten mint egy ott ül a műhelyében, az ő népét kezébe veszi, és egy időre tűzbe teszi, hogy kiégjen belőle a salak, és mindaz, ami nem belevaló, ami nem tiszta. Aztán előveszi megint, és valami szépet formál belőle. Ennek az ítéletnek a tüze megtisztító tűz. Ilyen volt a babiloni fogság például. De ha a nép ezek után is engedetlen marad, vagy az ilyen megtisztító tüzek ellen fölháborodik, és vádaskodik, hogy na ugye nem szeretsz minket, mert így bánsz velünk, akkor nem lehet rajta segíteni. Akkor jön a végső ítélet, eljön az a nap, amelyik olyan lesz, mint az izzó kemence, olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a polyva, és elégeti őket az az eljövendő nap. Nem marad sem gyökerük, sem águk, ezt mondja a sergeknek Ura. Olyan jó, hogy mi tudjuk azt, hogy lesz egy ilyen nap. Azt viszont nem tudjuk, hogy mikor lesz. Úgyhogy nem érdemes várni még a megtéréssel, hanem amire Isten rámutat, ott merjünk igazat adni neki. És mondjuk azt, hogy így van, Uram, és én tudom, hogy te nem azért leplezed le, és nevezed néven a bűneimet, mert nem szeretsz, hanem mert nagyon szeretsz, és meg akarsz menteni annak a napnak az ítéletétől. És így fogadom el kezedből a megtisztító ítéleteket, köszönöm, hogy ez is a te szeretetednek a jele, mert meg akarsz menteni ezekkel is attól a végső szörnyű ítélettől, ami után már nem lesz lehetőség megtérésre. Mindez és még sok hasonló mondani való benne van ebben a kicsi könyvben. Ajánlom, hogy olvassuk el nagyon figyelmesen, szépen lassan. A kalauz minden napra egy fejezetet ajánl, de hasznos az, amikor az ember egybe elolvas egy ilyen rövid könyvet, aztán utána apróra, mondatonként megmegáll, engedi, hogy a Szentlélek ránk alkalmazza, megértse, megvilágosítsa az értelmünket. Isten életet mentő szava lehet ez mindannyiunk számára. Imádkozzunk. Istenünk, áldunk téged azért, hogy akármit gondolunk mi, és akárhogy értékeljük a próbákat, nehézségeket, te kimondhatatlan szeretettel szeretsz minket. Köszönjük, hogy szereteted legfőbb bizonysága az, hogy Jézust odaadtad értünk. Magasztalunk téged, megváltó Úrunk Jézus Krisztus, mert nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki az életét adja az ő barátaiért. És te az életedet adtad értünk akkor, amikor még az ellenségeid voltunk. Köszönjük, hogy szereteted bizonysága az is, amikor rámutatsz a bűneinkre, fogyatkozásainkra, a rossz szokásainkra, a mulasztásainkra. Nem szeretjük mi ezeket hallgatni, de tőled teljes alázattal fogadunk minden ilyen figyelmeztetést. Kérünk is téged, Úrunk, hogy ítélj minket a te igéddel. Mutass rá mindarra, ami neked utálatos az életünkben. És mi nem akarunk mentegetőzni, és nem akarunk ragaszkodni semmihez, ami tőled elválaszt, ami a pogányokhoz tesz hasonlókká minket. Hanem szeretnénk, Jézus Krisztus, hogyha egyre inkább kiábrázolódnának rajtunk a te vonásaid.
végezz bennünk, élünk a te megszentelő munkádat. És beszélj velünk még tovább is az elhangzottakon keresztül, meg mindazon keresztül, ami ebben a gazdag rövid könyvben van. Könyörgünk hozzád azokért, akik ezen a héten vannak csendes héten. Ajándékozd meg őket életet támasztó és megerősítő igével. Könyörgünk hozzád, hogy adj lehetőséget nekünk megújítani velünk kötött szövetségedet. Könyörgünk, hogy légy irgalmas és adjál kedvezőbb időjárást is. És könyörgünk, hogy őrizd meg minket attól, hogy a nehézségek között lázadjunk ellened, amikor meg viszonylag csendesebb időket élünk, eltávolodjunk tőled és elbizakodjunk. Szeretnénk minden helyzetben egyenletes hűséggel ragaszkodni hozzád, teljes szívünkből szeretni téged, igaz hittel imádni és engedelmesen szolgálni téged. Újíts meg mindnyájunkat ebben kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Amen.